Sziasztok! Újra találkozunk itt a Spanyol Falatok csatornán. Én Ángel vagyok, ott élsz a kácsot, és mi lesz ma? Ma lesz egy recept, ami kapcsolódik az előző videóhoz. Az előző videóban andalus húslevest készítettünk, sok hússal. Most megmutatjuk, hogy hogyan lehet felhasználni a maradék húsokat, és egy újabb finom receptet készíteni belőle. Szóval ma fogunk csinálni hús kroketet, jó, spanyolul, croquetas de cocido. Mi mindig per mondat nagyon-nagyon gyorsan a témáról. Hús kroketet készítünk, aminek más a koncepciója, mint a tipikus burgonya kroketnek, ami Magyarországon ismerünk. Jó? A lényeg az, hogy a húst egy sűrű besemelve keverjük, ebből kroketteket formálunk és bepanírozzuk. Jó? Ideális, mint tapaszként, vacsorára, előételnek, az nagyon jó. Azt kell mondanom, hogy sok más alapanyagból is készülhet a kroket. A kroket egy spanyol gasztronómia egyik szimbóluma. Na, akkor nézzük meg! Nézzük gyorsan a hozzávalókat, jó? Mi az, amit kell nekünk, amikor kroketet akarjuk csinálni, ezt a hús kroketet, akkor 120 g lészt, itt van 120 ml olaj, ami ebből 30 ml az olívaolaj, és 90 ml napraforgó olaj, jó? Ha valaki nem akar használni olívaolajat, akkor legyen 120 ml napraforgó olaj. Jó? Én ezért teszem egy kicsit olívaolajat, hogy legyen ez az íz. Rendben. Akkor egy hagyma, két gereszt fohagyma, egy liter tej, ami itt van, maradék húsok, jó? Ami a levesből származik, minden kicsontoztam, és akkor itt van a tiszta hús maradék, ami fogunk használni, és ebből lesz a kroket természetesen, só, bors, szerecsendió és egy liter étolaj a sütéshez. Jó? Innen tettem a liszt, tojás és emle morsa, ami természetesen kell a panírozáshoz. Jó? Az első lépés az lesz, hogy felaprítjuk a hús késsel. Jó? Miért mondtam, hogy így csináljam, és nem például tud mixolni? Mert nem szeretem. Mixolunk, van aki csinálja. De ha tud mixolunk, akkor olyan püré típus marad az egész, hogy én nem szeretem. Jobban szeretem, ha amikor harapok a krokettet, akkor lehet érezni a hús. Jó? A szalonnát is fogok tenni, jó? Szerintem jó az íz. Füstöltárja, minden, jó? Akkor egy lavas van, az olajon pirítjuk az apró ravagot fokhagymát, és utána a hagymát, jó? Hagyjuk egy percet, hogy kapjon ezt a fokhagyma aromát az olaj, jó? Közben szeretném mondani például, hogy ezt a sűrű besemel az jelent, hogy 120 g valami zsír és 120 g az a liszt keveréke, jó? Ha például ez egy normál besemel, akkor az lenne 100-100 az arány. Ha akarjuk, mint egy szósz, hogy legyen a besemel, akkor inkább én mondanám 90 g, 90 zsírból és 90 a lisztből, jó, egy liter tejre, de mivel kell, hogy legyen elég sűrű, hogy utána tudunk formázni a krokettet, akkor kell ezt a 120 arány. Rendben. Egy kis só. És megtiszteljük a hagymát.
Jó, megpirítottunk a hagymát, fokhagymát, és most hozzáadjuk a lisztet. Hát dolgoztunk egy kicsit a lisztet, jó, hogy ne legyen ez a nyers ízű. És már tudunk tenni a hús. És a tejet, jó? És a lényeg most az, hogy állandóan kell keverni. Jó? Nem szabad így hagyni a tűzön, mert akkor ragad és ég. Szóval állandóan kell figyelni, jó? És most hagyjuk, hogy keletkezzen a bechamelmártás. És amikor jó sűrű lesz, akkor kész, akkor hagyjuk kihűlni. Jó? Akkor adjuk egy kis sót, bors, szerecsendiót, és megvan a kroket massa. Jó, elég sűrű. Már látszik, hogy nagyon ragad, ami az jó, ez éppen ami nekünk kell. Borsózunk, sózunk. Szerecsendióval ízesítjük. Nagyon jó, megvan. Jó, akkor egy tálban szétterítjük a masszát, rendben. És most fóliával takarjuk, jó? Amikor teljesen kihűl, azért csináljunk, hogy erintsen a felületét, hogy ne szárítjon egy réteget, jó? És maradjon elég friss mindent. Ne legyen ilyen kemény réteg utána. Rendben, akkor most, amikor kihűl teljesen, akkor 24 óra lesz a hűtőszekrényben, és mutatom mindjárt a következő lépés, jó? Jó, akkor természetesen 24 óra pihenés az, amit kell. Múltkor csináltam ezt a masszát, szóval itt van egy bizonyos mennyiséget, ami már volt a hűtőben, és így tudok mutatni, hogy hogyan tovább, jó? Akkor nézzük. Akkor ilyen kanallal próbáljuk egy kicsit formázni egy kenél. Kezével is lehet csinálni, jó? Csak így mutatom, mert akkor körülbelül ugyanaz a mérete, a kroketnek a mérete, jó? Akkor lisztbe forgatjuk. Most tojás van. És panírozzunk. És megvan a kroket. Formázok egy kicsit. Tojás van. Megvan, mert lejön olyan a liszt, sok, akkor így, jó,
formázunk egy kicsit. Tojás. Panírozzuk. Jó, és akkor itt mutattam ezt a négyet, amit csináltam, ez körülbelül jó a mérete, a forma és minden. Amit akarjuk az, hogy körülbelül legyen ugyanaz a forma minden krokettnél, de mondom valami, ami fontos. Mivel ez egy kezi munka, akkor így lehet látni, hogy a krokett, ez egy tiszta haszi krokett, jó? Ha mentek egy étterembe, ez minden krokett egy forma, akkor mirelitből csinálták, jó? Az fontos. Szóval, és a mirelit minősége, ez nagyon rossz, jó? Akkor ha azt mondja, hogy házi krokett, vagy valami. Ha nem egy formás, akkor tényleg házi krokett. Ha ugyanúgy minden krokett egy forma, akkor iparilag csinálták, és nem jó. Rendben? Ez ilyen kis dolog. Na, akkor folytatom tovább, és utána sütjük, és kész, jó? Alig meleg a szolaj, és akkor most fogunk sütni, jó? Körülbelül, mint más panírozás, szóval mondjuk, hogy közepes, magas az olaj hőmérséklete, jó? 5 darabot fogok csinálni. És pár perc az egész, amikor már jó szép színe van, akkor kész. Ha túl meleg az olaj, akkor nagyon rögtön ég, és vagy robban. Ha nem elég meleg, akkor az is szét olvad. Jó? Ez jó a színe. Mi jó most a rettenetes pillanat, amikor kóstolni kell, amit már csináltunk a konyhában, jó? Nézzük. De jó. Meg kell mondanom, hogy én krokett rajongó vagyok. Nézzük. Nem tudom, hogy látszik-e. Tökéletes. Kívülről ropogós, a belseje krémes, húsos. Lehet érezni a hús, de abszolút krémes. Isteni finom. Isteni finom. Akkor, ez amit mondom, van egy lehetőség, hogy például, ha csináltok ezt a leves, amit múltkor csináltunk, akkor maradt a hús, akkor hogy lehet újra használni, és csinálni valami, ami nagyon finom. Szerintem a krokett a megoldás, jó? Itt a csatornán rengeteg variáció van, itt a csatornán fogunk csinálni mindenféle krokettet, jó? Mert én imádom, ideig még nem csináltam a csatornán, de lesz, megígérem, jó? Akkor mit kell mondanom, hogy remélem, hogy nem nehéz készíteni, és mindenkinek tetszett a recept, és nem sokára újra találkozunk. Sziasztok!